először volt az S10 kiadó, aztán a sok zenész, a stúdiónk, a sok kiadványunk, és ennek lett a állandó buli sorozata a Monday Session. Elsősorban, ha te magad akarsz valamit kiadni, és kijön belőled, vagy szeretnéd, hogy kijöjjön, akkor azt kiadod magadnak. Aztán ezt a sok havert, akit ismersz, magad köré gyűjtöd, teret biztosítasz, és összehozol egy-két olyan projektet, ami előtte nem volt. Kb. A 150. bulinál tartunk, azt hiszem, minden hétfőn. Azért vagyunk itt, hogy underground legyen. Tehát hétfő van, annyira nem jellemző, hogy ellepnék a várost a mainstream emberek, nem tudom, hogy mondjam, ez semmi bajom, vagy hát mindenki olyan, amilyen akar lenni, de hétfő van, ezért extra programokat csinálunk, és oda a mi közönségünk fog eljönni. Vannak vendégeink, akik visszatérnek, nyilván ők velük dolgozunk a legtöbbet. Egyébként a vizuális társaink Lobó és pillanatnyilag Tészta köze, ők ketten kísérnek minket itt. Ha még visszatérő vendégek is vannak, ahogy az imént mondta a barátom, ezek ilyen külön formációkban is visszatérhetnek, és olyan formációkban is, ami nincsenek is, tehát igazából csak itt vannak, ami nem teljesen egyedi, hiszen mások is csinálják ezt ugye a városban, de annyiból talán egy kicsit egyedibb, hogy ők konkrétan a mi labelünknek a kis perem kerületén vannak mindig, és ebből operálunk mindig, meg ebből találjuk ki a dolgokat. Néha ők találják ki a dolgokat, szólunk valakinek, hogy na tessék, csinálj valamit, és akkor ő meg kitalálja, hogy ez most egy ilyen noise punk valami lesz, na jó, az mondjuk azért egyszer volt, vagy pedig ilyen jazzy hip-hop, ami azért többször volt.